Szavaztok srácok, itt ismét Detroit, hoztam nektek a Monster Hunter World Story módjának a következő epizódját. Ugye az előző epizódban találkozhattunk a Kuluyaku-val, és megtaláltuk az új tábort, ahova majd tudunk érkezni esetlegesen, hogyha úgy érezzük, hogy onnan közelebb lesz a célunk. Ne is húzzuk tovább az időt, folytatódjon a vadászat. Na jó, vissza is jöttünk ugye a városba. Na mondjad. Hello. Oké. Jó, itt az ekológikál részérzni, ugye tudjuk frissíteni a monsterekről a tudásunkat, és most frissítettük a Great Jackrassról és a Kuluyakuról. Így most már fel fogjuk ismerni a mapon található nyomaikat. Jó, lássuk. Ti is beszélni akartok velem? Na, mondjad. Oké, jó, hát. Aha, oké, jó. De mit akarsz? You've done well. Okay. We're the ones beszéljünk to get a handlerrel. The fifth has an urgent mission. Jó, megyek már, ne aggódj. Szaladok, futok. Hey there. Ha, baszki. Hát ezt félre nyomtam, de nem baj, itt még úgyse voltunk fent, úgyhogy most ezt is megnézzük. Itt elvileg a partikat lehet összehúzni, mert ugye igazából a map további részein, hiába vagytok partiban, nem fogjátok látni egymást, kivéve itt a Gathering Hub-ba. Ugye innen tudtok esetleg még itt a városba találkozni az ismerőseitekkel, és akkor innen tudtok együtt küldetést indítani. Tettek szupi, nagy fesztivál van, meg minden. Jó, hát ez megint tutoriál, azokat még most se szeretjük nagyon. Amúgy tök kis dizájnos, de menjünk le inkább a handlerhöz, mert haladni akarunk küldetésekkel. Haladjunk, haladjunk. Jó, itt is vagyunk. Jó, meg te is beszélni akarsz velem? Hát beszéljünk. Na, tessék, itt van egy sidequest. Ezt majd megcsináljuk valamikor egyszer. Most egyelőre haladjunk tovább a sztorival, mert most ez a rész erről szól. Próbáljuk ki ezt az új campet. Hát ha, nem tudom, közelebb kerülünk ahhoz, hogy megtaláljuk azt, amit keresünk. Ahogy látom, most már tényleg le kell vadászni ezt a Pukipukit, akiről a második részben szó volt, ugye? Mert őt láttuk már a második részben egy intro belül tulajdonképpen, és akkor most őt kell majd levadászni. Az a banja szárnyas, köpködős, nem is tudom micsoda. Jó, meg is érkeztünk, ez itt a Camp 11. Jól van, tudok eső és flereket fellőni. Nagyon jó. Mit tesz nekünk? Rations. Aha, rationnel fel tudjuk szokásosan a staminánkat. Van itt Red Pit is. Na hát ez tök jó felszerelt camp. Oké. És akkor, na hát itt is van egy nyom. Ez ugye most nem lehet se a Kuluyaku-é, se a Great Jagrassé, mivel azokat már ismerjük. Úgyhogy valószínűleg ez a Puki-Puki, ha szerencsénk van. Na valaki itt már zajong a háttérbe. Ojojojoj, na, ez így nem tetszik, menj innen! Haladjál! Menjél innen! Hát veled nem akarok én semmit csinálni. Jó, elmész, oké. Okay. Itt egy puki-puki materiál. Oké. Gondolom ez a nagy valami kicsit megtépázta, ha már így visítozott. De az nem baj. Megkönnyítette vele a kicsit a dolgomat, lehetséges. Igen, most már egyértelmű, úgyhogy a puki-pukinak a nyomait találtuk meg. Itt van Great Jagrass is. Na, hát úgy látszik, hogy most minden egybe gyűlik. Na, gyere csak ide.
ez is már olyan hangosan tud visítani, hogy egy kicsit megborulja tőle. Köszi, én is szeretlek. Na most így bombázom ezt a rúgó fejét. Na ezt azért érezted mi? Ez a move még akkor is nagyon, nagyon tetszik szerintem, nagyon állat. Aránylag őt is könnyű volt tanulni. Viszont ez a visítozás ellen kell majd valamit csinálnom, mert nem tetszik, hogy azonnal ledobja miért a buffot. Na, már elszaladsz? Ez meg mi a szal csinál? Hát addig szétvertük a kis seggét. Ajaj. Ajaj. Na baszki. Na te nem hiányoztál. Menjél innen el. Tehát most engem akart ütni vagy? Úgy látom nem. Jött segíteni. Mégse. Most találkozó van itt? Nekem nem szóltak előre. Ez kicsit veszélyes így. Ó. Így is jó, így is jó. Lássuk, te hogy bírod. Hát így nem vagy annyira ijesztő, azt kell mondjam. Na, na. Esd már el. Szerintem, ha ott lettem volna, ez most fájt volna. Azaz. Na, üssük is szét a kis búráját. Kloppolóval ne kezdjél ki. Szarulját. Ujjj, ezt elbasztam. Úgy látom, kicsit sikerült felmérgesíteni. Ez megint nem volt túl jó ötlet. Még nem igazán jöttem rá, mikor kéne ezt a plácsklovot használni. De azt már tudom, hogy nagyon-nagyon hasznos tud lenni. Jó van, nem is olyan vészes ez a... ez a szörny. Elég bombán támad. Egy anya állat szól. Mondjuk annyi baj van vele, hogy gyorsan mozog, mert hogy ilyen nagy, és miért... Na még ugrál is az az. Na, mégsem van, mert... Na, ezek most mit csinálnak? Ezt tetszik? Adjál neki. Bár mondjuk ez fordítva jobb lenne, de hát gondolom a méretarányok miért elég esélytelen, hogy a kis Jagras ártson neki. Elég brutális amúgy ez a kis lényecske. Szörnyecske. Hasonlít egy ilyen T-rexhez, vagy nem is tudom, valami ahhoz hasonló dinóhoz. De úgy látszik, őt is sikerült elkergetni. Nem tudom, lassan vissza kéne szérni szerintem magára az objektívre. Mert Puki még a végén azt hiszi, hogy elfeledkeztem róla. Ilyenről szó nincsen. Ne aggódjál, barátom, jövök, fejbe verlek. Anyjanat. Ő volt ez, aha. Ő volt a hiányzó láncem. Ne kezdj el, visít. Oké. Na megint köpköd. Tényleg? Most tényleg abból kaptam sebzést, hogy összenyalt?
Ez most megint mit csinál? Gyere vissza le! Ja, jó van, most nem menekül, csak felment nyalogatni az ágakat. Na, ilyenkor olyan jól jön ez a Clutch Club, bár leütni nem sikerült a levegőből. Ne fel. Egyet! Aha, hogy ez ilyen mérgezés. Na és még le is stunnolt. Na. Jó, sikerült kijönni belőle, akkor nincs gáz. Nem ölt meg közbe. Ezzel nem tudom, miért nem tudom így eltalálni. De nem lehetne vele normálisan célozni. Ez egy elég béna move volt tőlem, de azért sikerült adni valamit. Most meg feldagadt a farka. Az igen. De minden szörny feldagad valamitől. Az a fura, hogy nem a feje, pedig már tök bufira lehetem. Most már nem érem el. Viszont már belőle is szivárognak ki a koponyák, úgyhogy valószínű ő is közel jár a halálhoz. Úgyhogy legközelebb elkapom, megbaszom. Jó van, közben visszatöltjük a HP-mat, tuti ami tuti, már az előbb is ebben a nagy tömegben szerintem azért könnyen elhalálozhattam volna. Remélem most már nem fog közbeavatkozni semmi. Jó, hova mész már ilyen messzire? Oké, hogy tudsz repülni. Te hogy most minek mész ilyen messzire? Hova? Mondjuk ugye a terepből kiindulva visszamegy oda, ahonnan indultunk. Jó, közben csináljuk ezeket a research-öket is, mert ugye jóféle jutalmak várnak érte. Aha. Most meg ide menekültél, hogy zabáljál? Nem baj. Amíg nem figyelsz, addig adunk a fejednek. Ez fájtni. Már megint. Tényleg kezdeni kell valamit ezzel a kiabálás ellen, mert szerintem innentől már minden szörnyet fogja nyomni, és ez nekem nem lesz jó. Úgy van, lökjél le. Nem, hogy meghalnál, inkább barátságosan, csendben. Én nem tudok felmászni. Nem, de valamit leütöttem. Na, gyere már le, ha én nem megyek fel. Ezt kapta, és még fel is tudtam mountolni. Király. Dagadj farkodat fogom lenyomni a torkodó. Te csúnya. Úristen. Ha, na jó, hagyjál. Menjél innen el, most. Vagy hajj már meg, létszi, és akkor béké hagy. Még egyszer? Mondjuk pont meghal, de úgy látom, hogy be tudtam volna ütni még egyszer, az meg sose baj. Aha, azt hiszed mi? Hát most már hiába, haver. Üdös a szád, most elfogad. Na, hát meg vagyunk a puki-pukival is, küzdöttük belőle a materiálokat, úgyhogy mindjárt visszatod minket a kembe. Ez is aránylag egy jó fight volt, és láthattam benne egy third part is, ami már külön megérte. De mondjuk azért nem szeretnék ilyen tömegbe verekedni. Jobban csipázom, amikor csak egyedül van a szörny, és nem csoportosulnak így be, mert ez elég veszélyes szituáció volt, és szinte engem teljesen kizártak a körből azzal, hogy egymást ölték. Na, lássuk az adatokat.
Mit adtál nekem pluszba? Ha adtál pluszba valamit. Azt mondja, hogy... Hát nem, nem a másik két szemben nem kaptam semmit se. Ez lett volna a Monster Hunter World sztoriának harmadik epizódja. Remélem tetszett nektek a videó. Ha szeretnétek még ilyen tartalmakat látni, akkor iratkozzatok fel, lájkoljatok minket és nyomjátok meg a csengőt, hogy le ne maradjatok semmiről. Legközelebb hozom a következő epizódot a következő questtel. Szevasztok, srácok!